Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják, január 28-a Karola és Károly névnapja van. 142 éve meghalt Deák Ferenc magyar politikus, a haza bölcse. 130 éve elkezdődött az Eiffel-torony építése, ami 2 év, 2 hónap és 2 nap alatt készült el. A holnaptár szerinti időszámítás alapján ma kezdődött meg a kakas éve, amit világszerte parádékkal, felvonulásokkal ünnepeltek. Most pedig következzenek a legfontosabb hírek, először csak röviden. Folytatódik a zord hideg idő, több helyen még mindig jegesek az utak és a járdák. A Szabadkán várakozó migránsok a kemény hideg ellenére is kitartanak. Szerbia légvédelmi rakétarendszert és vadászrepülőket is kap Fehéroroszországtól. Újabb ötletek merültek fel a szabadkai zöld szökőkút felújításával kapcsolatban. Nemzetközi úszó találkozót tartottak Újvidéken 4 ország úszóklubjának részvételével. Úgy tűnik, nem akar engedni szorításából a kemény tél, folytatódik a jeges hideg idő. Ennek legjobban a palicson korcsolyázók örülnek. Bosszankodnak viszont a szabadkai polgárok, mert sokfelé most is jegesek a járdák, az utcák, sőt a busz megállók is. Északbácskában a jelenlegi előrejelzések szerint keddig biztosan nem emelkedik fagypont fölé, napközben sem a levegő hőmérséklete, éjszakánként pedig mínusz 8-10 fokig süllyed a hőmérő higanyszála. Kedden havas eső is eshet, szerdától már plusz 2-3 fok lesz napközben, de az éjszakai mínuszok megmaradnak. Lakóházaik előtt a gyalogjárdákat a polgárok a legtöbb helyen megtisztították a hótól és a jégtől, mivel a kommunális felügyelőség tetemes büntetést szabhat ki ennek elmulasztása esetén. Viszont a közterületeken, a tanintézmények környékén, a buszmegállókon sok helyen jegesek a járdák és az utak. A szabadkai Szent György templom előtti parkolót és környékét is jég borítja. Életveszélyes a biciklizés az Ócska piac felől, a városközpont irányába vezető kerékpárúton. A belvároshoz közeli kisebb utcákban is jégpáncél nehezíti a közlekedést. Az olvadásra minden bizonnyal még egy jó ideig várni kell. A palicsi tavat is vastag jég borítja, a park teljesen kihalt. Szombaton délben mínusz 7 fokot mutat a hőmérő higanyszál a palicson, sétálóval szinte egyáltalán nem is lehet találkozni, viszont annál több a korcsolyázó. A hosszantartó hideg időnek és a Szabadka környéki tavakat borító jégnek a leginkább a korcsolyázó körülnek, legtöbben a vértón hódolnak kedvenc sportjuknak. Szép a pálya. Szép a pálya, szép sima, voltunk a palicson is, ottan egy kicsit görömbös a jég, ugye ezt nem nagyon lehet korizni ottan, de itt nagyon szép. Most jövök csak ide először. És milyen itt a jég? Hát jó, tapad. Még néha csúszik is. Vannak itt jégen, ahol meg vannak fagyva, és akkor ott nem lehet rendesen menni. Visolimo a kolóci, de si jelen idő 10 godina. I onda sad smo tako porodično izašli. Dva zeta, dvi čeri i troje unučadi. I malo da se smrznemo i da nam prođe dan. Mindenki másképp csinálja. Van, akit a kutyája húz. A jég egyébként jól meghízott, a hosszantartó kemény mínuszoknak köszönhetően biztonságosan lehet korcsolyázni. Az illetékesek ennek ellenére óvatosságra intenek, illetve többször is közölték, mindenki a saját felelősségére korcsolyázzon a tavon. A magyar jégtörők folytatják a munkát a szerb-horvát Duna szakaszon és Belgrádnál, közölte a Magyarországos Vízügyi Főigazgatóság szombaton. Az országos műszaki irányító törzs közleménye szerint két jégtörő, a 6-os és a 11-es Dája térségében a megnyitott jégtorlaszban biztosítja a jégtorlódásmentes levezetését a csatorna fenntartásával. A hajók kijelölt állomáshelye Vukovár. A jégtörő 7-es és a Széchenyi nevű hajó a Vukovár alatti Duna szakaszon tevékenykedik a szerb-magyar szerződés értelmében. A hajópár Belgrád térségében áttört egy 2 kilométeres szakaszon kialakult torlaszt, a munkát pedig tovább folytatják a Zimonyi híd felett. Bontják a torlaszt, terelik és aprítják a pontot jeget. A hajó kijelölt állomáshelye Belgrád. A fagyos időjárásnak köszönhetően jól halad a nádvágás a Ludasi tavon. Az elmúlt évekhez képest sokkal több nádat vágtak le, ami környezetvédelmi szempontból is fontos, ugyanakkor anyagi bevételt is biztosít a ludasiaknak. A nádvágók a hétvégén sem pihennek. Az időjárás kedvez a nádvágóknak, itt az Alsó Ludasi iskolánál a jég vastagsága mindenütt meghaladja a 20 centit, helyenként a tó teljes mélységében be van fagyva, ez lehetővé teszi azt, hogy traktorokkal, munkagépekkel is rá tudnak jönni a jégre.
Eddig több mint 500 kéve értékesíthető nádat takarítottak be a szorgalmas ludasiak. Az építőiparban széleskörűen hasznosítják kiváló hőszigetelőként. Elég szép területet sikerült itt az alsó ludasi iskolánál kitakarítani. Két komoly csoport végzi a munkát jelenleg is itt a háttérbe. Nagyon örülök annak, hogy az emberek úgy érzik, hogy mivel ilyen hosszan tart a tél, azért netétlenül várjuk a tavaszt, és hát nagyon lényeges az, hogy ezáltal ugye természetesen tónak is segítünk, az élővilágnak segítünk, illetve hát bízunk abba, hogy jövőre majd egy kis, téli pénz lehet ebből kitermelni, mert tudjuk azt, hogy nagyon sok a rossz nád most, és hát fontos az, hogy minél nagyobb területről kitakarítsuk ezt. A most kivágott nád javarészt másodosztályú, de így is van rá igény. Az értékesítéséből fedezik a munka költségeit, géppel vágják, kézzel gyűjtik össze, és kévébe kötik a nádat. Nem könnyű munka fizikailag elvárni, de most már van egy kis technológia is, ami elősegíti ezt, tehát abban többet ki is lehet vágni, több munkát lehet elérni vele. A kivágott száraz nád helyén tavaszra új, zöld nád nő. Ez a fotoszintézis által frissíti a tó vizét. A ludasi természetvédők azt mondják, a tó lassan, de biztosan gyógyul. Ki kell használni ezt a vastag jeget, és akkor könnyebb nádat vágni, csónakból nagyon nehéz. Viszont jó, hogy ezt a száraz anyagot eltüntessük a víz felületéről, nem rohadt bele, nem szaporodik az iszap. A tó egész élővilágának hasznára válik a nádvágás. A tél elmúltával majd a frissen növő nád oxigént juttat a halaknak, és fészkelőhelyet biztosít a visszatérő vízi vándormadaraknak. Kíváncsian várjuk az idei kemény tél után, mikor kezd fellélegezni a természet. Az enyhülés egyelőre még várat magára, a jövő héten még maradnak a mínuszok, sőt havas eső is várható kedden. Továbbra is több ezer migráns tartózkodik Szerbiában, közülük egyre többen Szabadkán. Az egykori téglagyár épülete pedig ismét az illegális bevándorlók gyűjtőhelyévé vált, ahol sokszor a dzsungeltörvényei uralkodnak. A hőmérő higanyszála már hetek óta folyamatosan fagypont alatt van. A hideg téli időjárás ellenére azonban továbbra is szüntelenül érkeznek a migránsok Szerbiába. Itt az egykori szabadkai téglagyár épületében jelenleg is mintegy 25-30 bevándorló tartózkodik. Ők ma éjszaka, illetve az elkövetkező napokban vélhetően illegálisan próbálnak meg majd Magyarországra jutni. A migránsok az évek óta elhagyatott téglagyár falai között melegszenek, ahol a szúrós füstszak sem könnyíti meg az életüket. A tűz fölött ebéd is készül, azonban ebből nem biztos, hogy mindenkinek jut majd. Csütörtökön is hasonló okok miatt verekedett össze a bevándorlók egy csoportja, amikor egyikük kést rántott és két férfit könnyebben, egyet pedig súlyosan megsebesített. A súlyos sérültet a szabadkai közkórházban ápolják. I go to Horgos because here this one guys this speak me here this people's fighting but I speak you this my friend what you say here fighting but speak me but food problem this here this line this food problem this fighting because three people's Pakistani 20s people's this Afghani we are here fighting. Here this place 1 month stay, but no good here water, too much weather, school. Anytime go hungry, but it's border very hard, problem is too much. Here no impossible water good, no food good, but too much problem. Nenad Ivanisevic szerbiai szociálpolitikai államtitkára napokban azt nyilatkozta, hogy a balkáni útvonal továbbra sincs lezárva. Szavai szerint Szerbiában jelenleg is mintegy 7500 migráns tartózkodik, akiknek egy része továbbra sem hajlandó befogadóközpontokba menni, mivel ott regisztrálniuk kell. Alexander Vučić szerb kormányfő Fehér Oroszországból való hazatérését követően tegnap este David McAllisterrel, az Európai Parlament szerbiai jelentéstevőjével találkozott Belgrádban. Az egyeztetést követően Vučić a Szerbiai Szocialista Párt és az Egységes Szerbia vezetőivel is asztalhoz ült. A találkozó témája a pártok közötti további együttműködés és a nem sokára esedékes elnökválasztás volt. A Szerbiai Szocialista Párt elnöke Ivica Dačić a találkozót követően elmondta, a haladókkal való együttműködés fontos Szerbia számára, ugyanis csak így lehet. Lehetséges a kormányprogram megvalósítása.
Fehéroroszország két Buk típusú légvédelmi rakétarendszert és 8 MiG-29-es vadászrepülőt adományoz Szerbiának, jelentette be Zorán Györgyevics a többnapos Minszki látogatása után. A védelmi miniszter hozzátette, az országnak ezekért a fegyverekért nem kell fizetnie, csak azok felújítását kell finanszíroznia. Fehéroroszország fejlett hadiparral rendelkezik, főleg a teherautóik és építőipari gépeik lennének érdekesek. Szerbia számára hangsúlyozta Györgyevics. Ez mellett a fehéroroszok érdeklődést mutatnak a szerbiai rakétaüzemanyagok és még néhány hadipari termék iránt. A védelmi miniszter kiemelte, hogy a két ország közötti hadi együttműködés részleteit májusig dolgozzák ki, ekkor ugyanis közös hadügyi együttműködési testületet hoznak létre. 220 g amfetamint és több mint 50 extázi tablettát foglalt le a szerbiai rendőrség Belgrádban. A rajtaütés során előállították OS belgrádi lakost, akinél a házkutatás során nagy mennyiségű drogot és drogkereskedelemhez szükséges eszközt találtak. Az őrizetbe vett belgrádi lakos ellen eljárás indult kábítószer terjesztése és annak előállítása vádjával. Az ügyet a belgrádi felsőbb ügyészség vizsgálja. Donald Trump elnöki rendelettel azonnali hatállyal meghatározatlan időre felfüggesztette pénteken a szíriai menekültek befogadását, és 120 napra felfüggesztette minden menekült beutazását az Egyesült Államokba. A 120 nap letelte után elsőbséget élvez majd a vallások miatt üldözöttek befogadása. Egyes hírügynökségek úgy értelmezik az elnöki rendeletet, hogy felfüggesztik az egyszerűsített vízumkiadást is. Az Egyesült Államokba belépő valamennyi utast szigorú vizsgálatnak vetik alá, felgyorsítják a be- és kilépők biometrikus ellenőrzését. Továbbá a szövetségi államok a későbbiekben maguk dönthetik el, hogy akarnak-e majd befogadni menekülteket, és ha igen, hol telepítik le őket. Az új amerikai kormány erősíteni szeretné kapcsolatait az Egyesült Királysággal, hangsúlyozta Donald Trump elnök pénteken Washingtonban a brit kormányfővel Theresa May-jel folytatott tárgyalások után. Theresa May a sajtóértekezleten úgy fogalmazott: egységesek vagyunk a NATO fontosságának elismerésében és az Atlanti Szövetség iránti elkötelezettségünkben. Donald Trump újságírói kérdésre válaszolva leszögezte, még túl korai az Oroszország elleni szankciók ügyét megvitatni. A brit kormányfő viszont határozottan leszögezte, hogy az Oroszország elleni szankcióknak mindaddig érvényben kell maradniuk, amíg Moszkva nem teljesíti a Minszki egyezményben rögzített kötelezettségeket. Theresa May kijelentette, van, amiben nem ért egyet Trump elnökkel, de a különleges viszony azt jelenti, hogy a vita nyílt és őszinte. Téli felszerelés nélkül érkeztek NATO kamionok Lengyelországba. Az Egyesült Államokbeli katonai járművek mindegyike nyári gumikkal van ellátva, ami komoly problémákat okoz a fagyos utakon. Egy katonai teherszállító jármű fel is borult, és a baleset közben gránátok szóródtak szét. Személyisérülés nem történt. A lengyel lapértesülések szerint több mint 6000 NATO katona érkezett az országba. A katonák száma vélhetően tovább emelkedik majd. Egyes lengyel források szerint a katonai jelenlét 2017-re elérheti a 30 ezer főt is. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Önálló kiállítással mutatkozott be Szabadkán Pesti Emma fiatal képzőművész. 6 őzet engedtek szabadjára egy Újvidékhez közeli rezervátumban. Újabb ötletek merültek fel a szabadkai zöld szökőkút felújításával, vagy annak helyén egy új szökőkút építésével kapcsolatban. Ezt Bunfort Tivadar Szabadka város képviselőtestületének elnöke is megerősítette a Pannon Televízió csütörtöki Szubjektív című műsorában. 1985-ben avatták fel a zöld szökőkutat, évek hosszú során minden generáció, fiatalok és idősek kedvenc találkahelye volt. Mára ez maradt belőle, Szabadka ékességéből Szabadka csúfsága lett. Zsoldai kerámiából készült a szökőkút. 25 év után a nem szakszerű karbantartás tönkretette a kút gépezetét és állagát, megindult a víz ellenőrizetlen elfolyása, amit nem hárítottak el. Mint ahogy elnézték, hogy a csempén biciklis meg gördeszkás gyerekek pályának, illetve fürdőzők medencének vegyék időről időre birtokukba a patinás csempéket. Évek óta használaton kívül van, teljesen tönkrement, de mi legyen a sorsa? Szerintem ma lehet felújítani, mert gyönyörű szép, tehát Szabadkának egy jelképe. Szerintem most már az ideálne, hogy leszedjék. Ahhoz képest, hogy süllyed a félvárosunk végette, csövek tönkre vannak, mert ezt mindenki tudja, süllyed a városháza sarka.
Szerinted mit gondolsz, mi lenne a legjobb? És ha esetleg egy újat építenének később helyette? Hát valami kisebbet esetleg. Vagy a nagy az már megvan. Túlzás szerintem, hogy egymás mellett legyen a kettő. Ja, mi szinte egy dostavési glópikulágenye. De mi tötterevel a liposzősítén, és a pamatna szegrázit. Bumfort Tivadara, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke a Pannon Televízió csütörtöki Szubjektív című műsorában a zöld szökőkút kérdését érintve új ötlettel rukkolt elő. Egyelőre nincs még végső megoldás, de abban gondolkodunk, hogy egy ilyen modernebb szökőkutat, ami a tér síkjában van, és onnan lövelnek ki a vízsugarak. Most ez egy ilyen nagyon modern megoldás, és nagyon könnyen karbantartható. Lehet, hogy ebbe az irányba kellene majd a tervezőknek gondolkodni, de hát ezt majd még meglátjuk, ez még a jövő titka. Ez egyelőre ötlet, végleges döntés nem született a szökőkútról. Pestiem a Szabadkán először a Kunstcaféban mutatkozott be önálló tárlattal, pénteken az Elveszni a részletekben című tárlaton a fiatal festő 15 alkotásával barátkozhatott meg a közönség. Pestiem a pénteki kiállítás megnyitójának képein mértani elemek keverednek az expresszív ecsetvonásokkal, látszólagos ellentétet teremtve. Az Elveszni a részletekben című tárlat mottója tökéletesen tükrözi a művész búvó motívumait és következetes színtársítását. Számomra nem fontos annyira a téma, tehát nem az az elsődleges, hogy most mit festek, hogy az egy táj vagy egy város, ugye figurák nálam nincsenek jelen. Az sokkal fontosabb, hogy milyen formák vannak, hol vannak ezek a formák, a színek. Tehát inkább egy ilyen konstruktív valami alapján festem a dolgokat. A kiállítást Millet Taszics képzőművész kritikus nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy Pestiem ma ezzel a tárlattal túllépett eddigi képein, ábrázolásai szinte korszakalkotóak. To sú neki asociatívni pejzáži sa tým detaljima u nekim jačim bojama, ali taj razbijeni i slobodni asociativni pejzaž, bar ja kad stane, mnogo toga mi prođe kroz glavu, verujući da i kroz svačiju glavu prolazi nešto, zavisi kakve smo osobe. Znači, jeste vrlo asociativno i jeste vrlo slobodno, tako da izaziva još i tekako razvoj u likovno stvaralaštvo. A festmények több rétegűek, az ismétlődő színek és formák a képeknek egyfajta folytonosságot kölcsönöznek. Minden képen van egyetlen egy pont, van egyetlen egy sűrűség, ahol amely úgy tűnik, minthogyha maradna egy menekülő út, vagy amiből a képzőművész, minthogyha onnan tekintene ki rá, vagy onnan néznek, és onnan teremteni meg azt a felületet, ami elénk tárul. A kiállítás február 10-ig tekinthető meg Szabadkán a Kunstcaféban. Hozd el és elvisszük címmel a mai napon közös segélyakciót szervezett a Szabadkai és a Palicsi Rotary Klub. A szervezők téli ruházatból álló felajánlásokat vártak a rászorulók számára. A kabátokat, pulóvereket és egyéb melegöltözéket Szabadka főterén lehetett átadni 13 óráig. A Palicsi Rotary Klub elnöke elmondta, hogy az összegyűjtött ruhákat és takarókat a Szabadkai Vöröskereszt segítségével juttatják el az érintetteknek. A Szabadkai és a Palicsi Rotary Klub együttműködéséről, közös akciójáról beszélünk, amikor is a rászorulóknak gyűjtünk kabátokat, téli ruhákat, takarókat. Hát elsősorban, ami motivált bennünket, az a hosszantartó hideg tél, és többek között az a sok akció, a jótékonysági akció, amit látunk mindenfelé, hogy minden városban szerveznek hasonló akciókat. Fiatalok százai érkeztek péntek este a Save the Kids jótékonysági bulira Szabadkára. Az akció 10. alkalommal szervezték meg, és a rendezvényből befolyt teljes összeget a leukémiával küzdő Iva Zvekic gyógykezelésére fordítják a szervezők, azaz a Vajdasági Ifjúsági Fórum. Fiatalok százai buliztak pénteken este a Szabadkai Madeleine Klubban a populáris zenékre, vagy éppen a technóra. A belépőjegy ára 300 dinár volt, amivel ez alkalommal egy 7 éves leukémiás kislány gyógykezelését támogatták. Igazából szerettem volna kellemeset összekötni a hasznosan, és úgy érzem, hogy fontos az, hogy legyenek itt Szabadkán, vagy Szerbiában, Vajdaságban olyan bulik, ahol igazából bulizok, de ezzel együtt jót is teszek.
A szabadkai beteg kislány gyógykezelése csak külföldön valósítható meg. A transzplantációhoz 90 ezer euróra van szükség. Már több mint egy éve gyűjtenek számára a környéken, és eddig mintegy 50 ezer euró össze is gyűlt neki. A Vajdasági Ifjúsági Fórum is úgy döntött, idén őt támogatják. Az eddig éveket, hogyha visszatekintjük, akkor Kolevkának lett mindig gyűjtve. Tavaly évben lett változtatva, mivel tavaly a Szabadkai Közkórház gyermeksebészeti osztályán segítettük, és idén pedig most egy nagyon aktuális jótékonykodásról van szó. Ivaszbekit leukémiás kislánynak szeretnék adományozni a befolyt belépőknek a teljes összegét. A teljes összeg pedig több mint 90 ezer dinár lett. A hatalmas buliból természetesen a lemezlovasok sem hiányozhattak. 10 évvel ezelőtt egyébként éppen ők hozták létre a Save the Kids rendezvényt. És volt olyan buli, ahol 20-an is felléptek, most 10-en álltak a DJ pulthoz. Nem az első eset egyébként, hogy jótékonysági bulin veszek részt, és ugyebár a Save the Kids tradicionálisan egy jótékonysági esemény, amely minden évben megrendezésre került a Madlen Clubban. Idén kaptam felhívást, természetesen a felkérést, és nagyon szívesen vállaltam, mert a jó cél érdekében természetesen én és a kollégák, akik ugye ma fellépünk, mindig oda teszünk magunkat. Az összegyűlt pénzt a szervezők jövő hét elején juttatják el a leukémiás kislány szüleinek. Hat őz kezdhetett új életet tegnap az Újvidékhez közeli Risztovácsa vadászterület rezervátumában. Az emlősök betegségből gyógyultak fel, vagy újszülött gidaként kerültek a palicsi állatkertbe. Most jött el az ideje annak, hogy egy lépéssel közelebb kerüljenek természetes élőhelyükhöz. Három állatok szállítására kialakított faládában érkezett új lakhelyére a hat őz. A palicsi állatkertből érkeztek a befogadó központba. Ez a mese azért érdekes, mert ezek az úgynevezett senkinek se az állatai. Ezek nincsenek se védve, nincsenek se külön, ezek vadászható vadállatok, és mint olyanokkal nem volt hogyan tovább. Különböző dolgok véget érkeztek be az állatkertbe, egyeseket kombájn ütött el, egyeseket kocsi gázolt el, egyeseket a szülők ott hagyták, mert hát valaki megpróbált őket megfogni, vagy a rókák, vagy valami hasonló. Úgyhogy mindegyik állatnak sikerült felcseperedni az állatkertbe. Mielőtt a Fruska-Gorai rezervátumba kerültek, megvizsgálták és megjelölték az emlősöket. A sérült példányokat Jánosi Tibor állatorvos gondozta. Az elsődleges cél, hogy ne emberhez szokjanak, hanem később vissza tudjuk őket engedni a természetbe, és minél hamarabb rászoktassuk a természetes táplálékra őket. A Vajdaság Erdei Közvállalat évek óta együttműködik az állatkerttel. Az első fázisban át fogjuk őket helyezni, tehát ebbe a befogadó központunkba, Risztovácsán, amely 21 hektárt ölel fel. Ez egy természetes tölgyes, ahol természetes környezetben tudják folytatni az életüket. Az őzek mintegy 100 kilométert utaztak új lakhelyükre, ami egy hektáros lekerített terület a közvállalat egyik területén belül, ahova a vadállatok nem tudnak bejutni, és hasonlít a természetes élőhelyükhöz. A szakemberek elmondták, a segíteni akaró emberek sokszor nagy kárt okoznak azzal, hogy befogadják a betegnek hitt állatokat. Nema potrebe da se uzima iz prirode. Njihova majka se nalazila na 100-200 metara u prvom kukuruzištu. Čim bi kombajni otišli, ni dvoje bi se našli, oni bi nastavili život u prirodi. Mi pokušavamo da te neke nesvesne ljudske greške da ispravimo. A hat őz körülbelül fél évig él majd a befogadó központban. A Vajdaság Erdei Közvállalat 20 hektárnyi területen szeretne turisztikai és oktatási céllal vadasparkot kialakítani, az Újvidékhez közeli Kátyon, ami az első szarvaspark lesz az egész balkáni és nyugat-európai régióban. 77 éves korában meghalt John Hurt, Golden Globe és BAFTA díjas angol színész. Londoni otthonában halt meg pénteken hasnyálmirigyrákban szenvedett, közölte szombatra Viradóra a színész ügynöke. John Hurt 5 évtizedet felölelő színészi pályafutása során több mint 200 filmben és tévéfilmben szerepelt, köztük több ismert hollywoodi produkcióban is láthatták a nézők, játszott a többi között a 8. utas a halál és az űrgolyhók című filmben is. Az Éjféli Expressben nyújtott alakításáért Golden Globe és BAFTA díjat kapott, két évre rá pedig ismét megkapta utóbbi díjat az Elefántember címszerepéért. Mindkét szerepért Oscar díjra is jelölték. 2012-ben a filmművészethez való rendkívüli hozzájárulásáért megkapta a Brit Film és Televíziós Akadémia életműdíját.
A magyarországi Piros Zsombor nyerte meg a juniorok versenyét a Melbourne-i Ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A szombati döntőben 4-6, 6-4, 6-3-ra legyőzte az izraeli Isai Olielt. A 15. helyen kiemelt magyar játékos remekül alkalmazkodott a szeles körülményekhez, stabilan tartotta a játékban a labdát fizikai fölényben lévő riválisa ellen, aki a torna a 4. kiemeltje volt. És 1 óra 52 perc elteltével diadalmaskodott. A 17 éves Piros a második magyar férfi teniszező, aki a juniorok között Grand Slam bajnoki címet szerzett. Serena Williams pályafutása 7. Ausztrál Open diadalát aratta. A döntőben nővérét, Venus Williams-et verte meg két játszmában, mindkétszer 6-4-es arányban. Serena újabb Grand Slam torna győzelmével hétfőtől ismét világelsőnek mondhatja magát. Az Open érát tekintve nincs nála sikeresebb játékos, ugyanis mai győzelmével megelőzte a 22-szeres nagydíjgyőztes Steffi Grafot. Magabiztos 3-0-ás győzelmet arattak a Spartakusz röplabdázói az első liga 12. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Igor Zsákit játékosai az első két játszmában szemernyi esélyt sem adtak a VGSK csapatának, így az első szettet 25-12-re, a másodikat 25-14-re nyerték a hazaiak. A 8. helyen álló Veliko Gradistei együttes a 3. játszmában valamelyest közelebb került a Spartakuszhoz, ám a kék galambok 25-21-re ezt a játszmát is megnyerték, és begyűjtötték az újabb bajnoki pontokat. A Spartakusz legjobbja a 15 pontos Tumbász volt, még a vendégek soraiból Milánovi 12 pontot ért el. A forduló többi mérkőzését ma este játsszák. 4-1-es győzelmet aratott az Entai női asztali tenisz csapat a belgrádi Crvena Zvezda együttesével szemben. A női Superliga asztali tenisz bajnokság 10. fordulójában izgalmas fordulatokkal teli mérkőzésnek lehettek tanulni azok, akik tegnap este ellátogattak az Entai asztali tenisz klubba. Jól kezdtek a zentaiak, miután Mendergis Szuzana 3-0-ra győzedelmeskedett Sztyepánovic Szofia felett. Őket követte Milanovic Ivana, akit Stajic Maria verte ugyancsak 3-0-ra. Bár a mérkőzés során a belgrádi lányoknak többször sikerült átvenni az irányítást, a szetteket végül sorra elvesztették a zentaiakkal szemben. A fővárosiak egyetlen pontját Alexandrić Anának sikerült megszereznie Mirkovic Brigitta ellen. A következő két mérkőzés is a hazaiak javára szaporította a pontokat. Mendergis másodszor is asztalhoz állt, és gond nélkül 3-0-ás győzelmet aratott Stajic Maria felett. Az utolsó és egyben győztes pontot Verib Xenia és Kandit Néda párharca döntött el, ami 3-1-es hazai sikerrel végződött. Így a zentaiak összesítésben 4-1-re legyőzték a belgrádi Crvena Zvezda csapatát. Prvo krestitem Sentin na zasluženoj pobedi, oni su opravdali ovo u favorita. Mi našu šansu tražimo protiv Rapida i Unire za opstanak, imamo mladu ekipu i tu je cilj da opstanemo li ja možemo, mada će biti jako teško. Ali se nadam da ćemo Rapid i Unire pobediti, to će nam biti dovoljno za opstanak. Összességében elégedett vagyok a lányokkal, úgy gondolom, hogy ha nem is a maximum, de közel a maximumot nyújtották, tehát ezen téren nincs semmi kivetésem. 10 fordulót követően a Zentai Asztali Tenisz Klub a 7., a Belgrádi Crvena Zvezda pedig a 9. helyen áll. 4 országból 27 klub vett részt Újvidéken az Európa 2017 úszó találkozón. A szervezők ezzel a versennyel szeretnék népszerűsíteni az úszást, mint alapvető sportot, hiszen a gyermek fejlődésében fontos a mozgás. A díjazottak érmekkel tértek haza. Több kategóriában indultak az úszók Újvidéken a Nemzetközi Európa versenyen. Több mint 500-an mérték összetudásukat. A fiatalabbak mellúszásban, az idősebbek pedig hátúszásban és férfiúszásban csaptak össze. Megadja Márta évek óta edz, kedveli a sportot, főleg a mellúszásban jeleskedik. Ez alkalommal bronzérmes lett. Sokszor voltam versenyen, évente több versenyünk van, keményen edzünk rájuk, és eléggé jók az eredmények. Farkas Balázs 8 éve kezdett úszni, és már több országos versenyen is dobogós lett. Az újvidéki versenyen első helyezett lett kategóriájában. Mint mondja, szeretne külföldön is versenyezni. Szeretnék megnézni másik országokat is, medencéket, másik úszótársakkal összeismerkedni, meg ilyesmi. Hát igazából vágyok, hogy menjek másik országokba versenyezni.
Az edzők egész évben keményen dolgoznak az eredményekért. Tokom cele zime deca su naporno radila i sada je u stvari ovde prilika da se taj kompletan rad kruniše određenim brojem medalja. Az újvidéki Európa 2017 úszó találkozóra Bosznia-Hercegovinából, Horvátországból és Romániából is érkeztek versenyzők. Eddig tartott a híradó, legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Folytatódik a zord hideg idő, több helyen még mindig jegesek az utak és a járdák. A Szabadkán várakozó migránsok a kemény hideg ellenére is kitartanak. Szerbia légvédelmi rakétarendszert és vadászrepülőket is kap Fehér Oroszországtól. Újabb ötletek merültek fel a szabadkai zöld szökőkút felújításával kapcsolatban. Nemzetközi úszó találkozót tartottak Újvidéken 4 ország úszóklubjának részvételével. Köszönjük figyelmüket, amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonertv.com-ra. Maradjanak továbbra is velünk, hamarosan kezdődik a Természetvédelem Határok Nélkül című műsorunk. 6:30 az Európai Uniós hétköznapokról, 7:30 mesél a Pannon, a legkisebbeket várjuk majd a képernyők elé. 20 órától pedig újra híradót láthatnak nálunk a Pannon televízióban. A viszontlátásra!